Jó estét kívánok! Nagyon remélem, hogy az elmúlt alkalommal nem okoztunk olyan csalódást, aminek következtében ma kevesebben ültek volna be az én mozimba. Annál is inkább remélem ezt, mert a szándék az elmúlt alkalom óta mit sem változott. Továbbra is olyan eseteket, történeteket, vagy hogy a kedvenc terminológiámnál maradjak, olyan meséket és hősöket igyekeztem összeválogatni erre a mai alkalomra is, amelyek és akik egyfelől közülünk valók, hétköznapiak, de ugyanakkor a nem egészen hétköznapi élethelyzeteket meglehetősen tanulságos, vagy hogy úgy mondjam, példaszerű módon oldották meg, amelyből talán, ha figyelmesen végigkövetik, talán, ez persze csak az én reményem, még erőt is lehet meríteni. Úgyhogy továbbra is mondom, ezen szándék mellett vágunk neki mai dolgunknak. A fiatalember, akit mindjárt megmutatok önöknek, 7 évvel ezelőtt egy rádióműsor során vált számomra ismeretessé. Akkoriban a rádióban dolgozgatva elég gyakran ért az a vád, hogy bizony nem nagyon veszem észre az utcának a naposabbik oldalát, valahogy mindig csak a rosszat és a bajt vonultatom föl műsoraimban. Most ezt a kritikát megszívlelve úgy döntöttem, hogy akkor csinálok egy műsort csupa boldog, csupa jókedvű, reményteljes emberről. Most ennek a műsornak a során ismertem meg, mondom, a most következő fiatalembert, aki szakmáját tekintve szakács, és attól volt boldog, mint ahogy az én akkori felhívásomra jelentkezve megírta, hogy bár akkor is már jó néhány éve zsebében volt a szakmunkás bizonyítvány, de akkor, azon a nyáron először adatott meg számára, hogy főzhetett, mégpedig egy nyári táborban 200 gyereknek. Nos, a tanulságokban már akkor sem szűkölködő története most, hogy eszembe jutott, úgy gondoltam, hogy megkeresem, hogy lássuk, mi történt vele azóta. Mióta legutóbb találkoztunk, mintha kicsit kikerekedett volna az arca. Ha mondjuk udvariasabb lennék, akkor azt mondanám, hogy milyen jól néz ki János. Köszönöm. Egy pár kilót tettem csak fel. Uh-huh. De továbbra is mosolygós, változatlanul mosolygós. Igen, ez egy talán jó tulajdonságom, hogy mosolygok, szeretek mosolyogni. Ha rossz, ha jó, maga mosolyog? Ha rossz is, akkor is tudok mosolyogni belül, hiába fáj belül. Ki, viszont a szépet mutatom, tehát mosolyogni. Pedig hát eddig életében sok oka a mosolyra nem volt, ugyebár jól emlékszem a történetére. Hát sok örömöm nem volt, de megtanultam azt, hogy a kis örömöknek is örülni kell. Hát nem volt valami fényes gyerekkorom, mert 80 voltunk testvérek, és sajnos a családom úgy élt, mint általában a cigányok. Tehát nagy előnyt kapott az ital a családba, tehát mindenki ívott. Egyedül én nem ittam, és én már gyerekkoromban elhatároztam, hogy én szeretnék más életet élni. De nekem az az élet nem volt jó. Csak kellemetlen dolgokra emlékszem. Úgy, mint? Mert például, hogy ha azt akartam, hogy tiszta ruhákba járjak, akkor nekem kellett mosni. Anyám nagyon keveset mosott rám. Mert, hány éves korától mosott önön magára? Hát 10-12 éves koromtól emlékszem, hogy én mostam a ruháimat, és úgy szerettem, ha én mosom, mert akkor az valóban tiszta. Aztán? Hát meg elég sokat meg kellett barátkozni azzal a gondolattal, hogy az éhezés. Elég sokat éheztünk.
Ön az egyetlen testvérei közül, aki így mondjuk így kivált, tehát másképpen akart és már akkor is tudott élni, mint a többiek? Igen, sajnos csak nekem sikerült kiválni, vagyis olyan életet akarni, ami egy kicsit könnyebb nekik érkezik. Illetőleg hát sokkal inkább elfogadni azokat a normákat, amiket mondjuk egy átlagos ember is elfogad, ugye? Vagy elfogadott? Hát, igen, igen. Csak aztán nem tudtam, hogy ez nagyon sok akadályba fog ütközni. Mondja például, arra emlékszik-e, hogy ezt az igényt, vagy ezt a vágyat először mi fogalmazta meg önben? Tehát hogy volt az, hogy egyszer csak ön arra gondolt, hogy egészen másképp akar élni? Hát ez egy érdekes, mert akkor még a telepen laktunk, és a falu végében volt egy család, akihez valami módon eljárt, szóval ott ragadtam. Elmentem egyszer hozzájuk, és elkezdtem nekik segíteni, két néni. Ház körüli teendők ellátásában? Igen. Segítettem nekik, és már második alkalom már olyan természetes volt, hogy mentem hozzájuk, és ezáltal szóval nagyon sokat ott voltam, és ezáltal nagyon sok mindent megtanultam, amit úgy általában egy kis gyereknek a szüleim mondanak el. Hát az általános iskolai éveimre visszatekintve cigány előítéletre én nem emlékszem. Ezért tehát nem volt bántódása? Ezért nem, mert akkor, ha lett volna, akkor csak emlékeznék, de majd az ipari iskolában annál több volt. Ipari iskolában milyen szakra jelentkezett, milyen szakmát akar tanulni? Kaposváron a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás képzőbe jelentkeztem szakástanulónak. Hát ott már több probléma volt a származásommal kapcsolatban, mert az osztálytársaim ezek nem érzékeltették velem azt, hogy cigányok, sőt, nagyon sokat segítettek. De a gyakorlati idő során, tehát amikor szakmai napok voltak, akkor elég sokat szenvedtem, mert volt olyan eset, hogy a munkahelyi főnök azt mondta, hogy te nem állhatsz ide a leveshez osztani, mert látja a vendég, hogy kiadja ki. És ja, értem, tehát azzal érvelt, hogy miután maga cigány, és ez magára igen, van hírva elég erőteljesen, hogy ezt ne lássa a vendég. A vendégettől elriadhatna esetleg. Szóval ezt nagyon sokszor megkaptam ezt, és hát ez nekem nagyon fájt, mert valóban csak a háttérben dolgozhattam. És maga nem szolgáltatott mégiscsak valamilyen okot, olyan okot, amiért joggal mondta mondjuk a tanára, hogy, vagy aki ott felügyelte önöket a szakmai gyakorlat során, hogy ne lásson magára a vendég, mert esetleg nem úgy nézett ki, egész egyszerűen a helyzetéből adódóan nem volt olyan ruhája, nem úgy jelent meg. Nem, mert nekem is ugyanolyan tiszta hófehér ruhám volt. Higiénikusan talán nem nagy képűségnek tűnik, de majdnem, hogy én sokkal tisztább voltam, mint a magyar osztálytársaim. De állandóan vittem az a ruhámat másnaponként. Másoknak elég volt egy héten egyszer hazavinni. Én másnaponként vittem az a kimosni. Szóval állandóan hófehérben jártam, tehát egy szem kosz nem volt a ruhámon. Meg eleve állandóan ápolt voltam, meg én úgy érzem, hogy most is sikerült ezt a jó tulajdonságomat megtartani, meg gondolom fog is sikerülni. Tehát tulajdonképpen összesen annyira volt szó, hogy az ábrázata... Csupán a bőröm színe, semmi vagy más. Vagy a bőre színe. Semmi más. Nem engedte, vagy elparancsolta a tálaló közeléből. De hát ennek ellenére végül is letette a szakmunkás vizsgát. Igen, mert hát valamivel belekezdek, azt szeretem be is fejezni. Ott voltam a szakmunkás bizonyítványommal fél évig, nem tudtam elhelyezkedni. Ez mit jelentett? Volt munkalehetőség? Volt munkalehetőség. Hirdetésekre jelentkezett, vagy hogyan? Hát a
Falvum és környékén ott még nem volt hirdetés, tehát személyesen elmentem intézményekhez, iskolákhoz ajánlkozni, és én megtudtam nagyon sok helyen, hogy betöltetlen szakácsállás van, de sajnos ott a cigány mi voltam, miért nem sikerült. Tehát meglátták, és abban a pillanatban azt mondták, hogy betöltődött, vagy kerekperec megmondták, hogy magát nem? Ott a környéken, tehát Somogy megyében eleve megmondták, hogy nem. Tisztán azért, mert cigány? Csupán azért, mert cigány. Az nem érdekelte őket, hogy mondjuk tud-e főzni, és hogyan? Nem, egyáltalán nem. Csak annyi, hogy bőröm színe. És az döntött. Szám szerint úgy nagyjából hozzávetőleg meg tudnám mondani, hogy mondjuk ebben a periódusban ott a megyében hány helyen próbálkozott? Hát amire úgy konkrétan emlékszem, 6-7 eset volt. A legutóbb a Böhönyei általános iskola napközi otthona volt, ahova elmentem. Ott is tudtam, hogy betöltetlen állás van, és hát akkor is azt mondták, hogy nem, oda nem vesznek cigányt. És persze nyilván Böhönyén meg ott a környéken élhetett a családról, az önök családjáról egyfajta kép, és talán ez akadályozta meg az ön elhelyezkedését, nem? Igen, ez nagy mértékben közrejátszott, de hát én azt szerettem volna, hogy engem foglalkoztassanak és adjanak lehetőséget, hogy bizonyíthassak, mert én is becsületes életet szerettem volna élni. Majdnem ebben a periódusában találkoztunk, és ha én jól emlékszem, ebben az időszakban annyira el volt keseredve, hogy egy levélben fordult előbb talán a Böhönyei Tanácshoz, majd pedig a körzetileg illetékes párbizottsághoz, hogy segítsenek. Mit reméltem től? Igen, már annyira el voltam keseredve, hogy kértem az említett segítségeket, és hála Istennek a Marcali Párbizottság foglalkozott ezzel az ügyel, és az ő segítségükkel mégis bekerülhettem a Böhönyei napközi otthonba. Na gondolom, és hogy szerették ott magát, hogy hát az ő ellenükre bekerült, mert hát ők nem akarták fölvenni a Böhönyei, illetve a Marcali Párbizottság odahatott. Igen, ez kegyetlen dolog volt. Kegyetlen volt, ha jól emlékszem, 3-4 hónapig voltam ott, de hát az iszonyú volt. Állandóan gúnyoltak, meg ott milyen képpen? A hátam mögött. Nagy-nagy ritkán engedtek meg egy-egy levest elkészíteni, de mondom, nagy-nagy ritkán is. Hát akkor azt gondoltam, hogy ott nekem nagy jövőm nincsen, ez szakmailag sem, meg semféleképpen nem volt megalapozva a jövőm ott, és akkor jelentkeztem egy hirdetésre. A Csongrád megyei úttörőtábor keresett szakácsot, 250 főre főztem gyerekeknek kaját, és talán az volt az életemben az első nagy boldogság, mert ott éreztem azt, hogy igenis én is ember vagyok, bizonyíthattam. Ez volt két nyári hónapon át. Két nyáron. De azért ennek ára volt, ha én jól emlékszem a maga történetére. Hát sajnos ez se jött be úgy Isten igazából, mert ez is szezonális munka volt, mert nyáron dolgozni és télen meg csak lenni, tehát munkanélkül. János, én valahogy úgy emlékszem erre, hogy két hónapig ott ön dolgozott, de az volt az alku, hogy cserében viszont szeptembertől a következő év áprilisáig, májusáig még beindul a tábor, maga őrzi ezt a tábort. Ez nem úgy volt. Amikor lement a szezon, tehát a nyári szezon, akkor nekem nem volt hova menni. Tehát ott a vezetőség nagyon segítőkész volt, és segített keresni munkalehetőséget, és az ottani kenyérgyárban találtak nekem helyet,
válást, de sajnos ez, ez elég nehéz volt. Hogy érti ezt, hogy hát nehéz volt, mert a piskóta gyártáshoz kerültem, és állandóan csupa hólyag volt a kezem, szóval sokáig nem bírtam. És hát a táborban ott lakhattam, eleve nem kellett albérletet fizetni, ott lakhattam a táborban ősszel. Maga így emlékszik. Igen, igen, igen. De azért elláttam, mert emlékszem, hogy volt egy kutya, meg volt maga, és 8 hónapon keresztül? Igen. Majd igen, csak egy év igen, volt, ugye? Igen. Ott lakott abban a kietlen táborban. Eztán jött az Egy boldog óra című rádióműsor. Amiben elmondtam mindazokat, elmondtam, amit most? Mindazt, amiket most elmondtam, és ezt az adást, ezt a műsort hallotta a Népstadion és intézményeinek a pártitkára, és ő úgy döntött, hogy nekem segíteni fog, és hát ez úgy is történt, mert feljöttem ide, a Népstadion és intézményeinél dolgoztam, ez egy üzemi konyha, 1000 fős üzemi konyha, 5 évet dolgoztam itt. És főzhetett is? Természetes szakácsként dolgozom. Valóban maga szakácsként. Az első ember, akivel találkozom, és tulajdonképpen teljes joggal sírhatná vissza a régi rendszert, mert magán aztán igazából, ha jól meggondoljuk, csak a pártitkárok segítettek. Hát mind Marcaliban, mind pedig itt a hát igen, Népstadionnál. Erre nem is gondol, szóval ezt nem is nagyon, ezzel nem is nagyon foglalkoztam. Na, én mert... is csak úgy bolondozásképpen jegyeztem. Manapság is még ott dolgozik? Sajnos nem. 5 év eltelte után jött ez a nagy gazdasági változás, és sajnos nem feleltek meg a követelmények, vagy a feltételek, és eljöttem. Hát például nekem, mert szombat-vasárnap is kellett dolgozni, és én úgy döntöttem, hogy nem akarok szombat-vasárnap dolgozni, eljöttem onnan. Majd jött a rádió óvodája. Az is hirdetett? Hirdetett az Expressben, és jelentkeztem. A vezetőség nagyon rendes volt, mert ők valóban nem éltek a cigány előítélettel. A magának e szerint tagozódik a világ, ugye? Bár igen, igen. Hát aki sajnos előítéletes, az nem rendes, akinek meg nincs előítélete, az rendes. Hát meg tudom érteni ezt, nem csodálkozásképpen mondom. És hát fölvettek, ott is egyedül voltam szakács több kézilánnyal, de ott egy probléma volt. Volt egy óvónő, aki kezdettől fogva ő úgy határozott, vagy úgy akarta, hogy szakács, cigány szakács ne legyen ott a konyhán. Eleve. Kezdettől fogva piszkálta, fúrta magát? Állandóan, nap mint nap kitalált bizonyos dolgokat ellenem, csak épp, hogy elveszítsem a jó hírnevemet. Például olyan primitív dolgokat csinált, hogy kiadtuk reggel a vajas kenyeret például, amikor az volt, és leszette a kenyérről a vaját. Szabesen lekaparta késsel a vaját a kenyérrel, és bevitte az irodába, hogy lehet, hogy én ilyen kenyeret adok ki. Szóval ilyen nehéz hasonló dolgok voltak. És maga erre rájött és hagyta, vagy azért szóvá tette? Eleinte azt mondtam, hogy hát majd legközelebb jobban odafigyelünk, pedig akkor is tudtam, hogy ez az ő műve volt, de aztán múltak a hónapok, és hát egy év eltelte után azt mondtam, hogy elég volt, mert úgy bemenni egy munkahelyre, hogy este azon gondolkodni, hogy most megint mit fog ellenem kitalálni, az egy kegyetlen dolog. Én, mint aki egykoron érintőlegesen mondjuk rádiós voltam, és vannak onnan ismerőseim, valaki azt mesélte épp a minap, és nyilván magáról volt szó a történetben, bár neve nem szerepelt, hogy maga még arra is képes volt, hogy a gyerekének, aki lisztérzékeny volt, nap mint nap külön önálló ebédet főzött annak érdekében, hogy a gyereknek nehogy valami baja legyen. Ugye ez maga volt? Igen, én voltam. Egy nap megkeresett a vezető és
hát a Marian anyukája, és elmesélték, hogy lisztérzékeny a kislány, és megkérdezték, hogy vállalom azt, hogy nagyobb gondot fordítok az ő ételére, és gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy igen. Uh-huh. Igen, hát elég nagy probléma volt a kislánynak is, meg a szülőnek is ez. Miért nem próbáltál ezzel az óvónővel való konfliktusát a vezetőség, már az óvoda vezetőség elé vinni, ha egyszer önnek ott azért respektje volt, már pedig kellett, hogy legyen, ha ilyenekre is képes volt, hogy gyerekekre egyedi igény szerint főzött? Sajnos ez nem sikerült, próbáltam, de hát az óvónő azt hiszem, hogy talán rossz szót használok, de magasabb széken ül, tehát ő neki nagyobb hatalma volt. Egy óvónő mégiscsak igen, valaki, egy igen, szakács, pláne meg a cigány nem hát, annyira? Igen, hát a konyhásokat mindenhol úgy jócskán lenézik. Hát az óvónő, ő volt az atya, úristen, úgyhogy majdnem, hogy ő vezette az óvodát. Úgyhogy az ő akarata volt, érvényesült mindenhol, mindenféle téren, konyhán is, mindenhol. És akkor most mi van? Mi van most magával? Hát most megint olyan helyzetbe kerültem, hogy egy év után el kellett onnan jönnöm, és lassan 7. hónapja, hogy munkanélküli vagyok. Próbálkozom, és egyáltalán nem sikerül elhelyezkedni a szakmámban sem, de még azt is elvállaltam volna, meg elvállalom, hogy elmegyek takarítónak. Takarítónak bárhova? Igen, bárhova. Mert egyrészt már az anyagi hagban már nagyon szűkelkedek, mert... Ezt akartam kérdezni, hogy miből él? 7 hónap azért elég nagy idő, olyan sok megtakarított pénze nem lehetett. Hát még az volt a szerencsém, hogy amikor dolgoztam, akkor nem pazaroltam el a pénzt, tehát gyűjtöttem a pénzt. Nem tudom, mi lesz. Nincs olyan ember, akivel 7 hónap alatt nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondja, hogy hoppá, hát segítek neked. Na jó, mert vannak olyan cigányok, akik valóban úgy élnek, mint általában cigányok, de hát én könyörgöm, én szeretnék valamit elérni. Igaz, hogy már elértem azt, hogy azt elértem, hogy itt vagyok. De hát továbbiakban szeretnék becsületesen élni, emberként. És ha nagyon elkeseredik, akkor mit csinál? Akkor elvonulok, egy magamba vagyok, és elkenődöm. És sokáig, órákig egy magam bezárkozom a szobába, és pár óra múlva elmúlik, és újra felvenni azt a mosolygós képet, és ismét próbálkozni.